Üdvözletem mindenkinek! A Milestone idén kitesz magáért, nem kevés játékot kapunk tőlük 2015-ben, már magunk mögött van az igencsak középszerű, de újítani próbáló Ride, most itt a legújabb MotoGP, és még rallizásra is lesz lehetőségünk Sebastian Loebbel. Mi csak örülünk neki, ha több játékot kapunk, viszont a játékos egy olyan állatfajta, akinek érzékenyek a csápjai, és kiszúrja, ha egy általa kedvelt franchise nem fejlődik eléggé nagy mértékben évről évre, ilyenkor pedig lámamódra köpködni kezd, ami a fejlesztőknek és a kiadóknak sem válik a hasznára. Reméljük, a MotoGP legújabb epizódjával végre minden igényt ki fognak elégíteni. Mi már tisztában voltunk a bevezető megírásakor azzal, hogy mit sikerült 2015-ben produkálni a Milestone-nak MotoGP fronton, de nem akartunk lelőni semmit már az elején, elvégre ezt a témát igyekszünk körbejárni ezen 5 perces videóban. A menüben landolva indítás után lapozgathatjuk a lehetőségeket, és akik nem szenvednek valamilyen látószervi megbetegedésben, azoknak rögtön fel fog tűnni a számos átlagnál több lehetőség. A szokásos mokák mellett, mint a Time Attack, az Instant Action, a Grand Prix, a World Championship és a 12 játékosos vagy helyi osztott képernyős multiplayer mód, a Real Event 2014-ben lenyomhatjuk például az előző szezon eseményeit. A Split Time esetében a szektoridőkből kell kihoznunk a legtöbbet, míg az újdonságnak számító Beat the Time lehetővé teszi, hogy a pályákon egy megadott időt próbáljunk megdönteni. Végezetül indíthatunk egy karriermódot is saját versenyzővel, ahol alulról kell felküzdeni magunkat, miközben folyamatosan lépjük a szinteket, amivel újabb felszereléseket, extrákat érhetünk el. A fejlesztők alakítottak a fizikai viselkedéseken és az irányításon, amit a betanító fázisban megismerhetünk, de kell azért majd még pár verseny, hogy belőhessük a számunkra megfelelő nehézséget és irányítást. Opciókból kapunk bőven, állíthatunk gumikopást, műszaki hibákat, vagy akár a gépi ellenfelek nehézségét. A kihívásra és a szimulációra vágyók is megtalálhatják a számításukat, ahogy az önfelett motorozók is, olykor annyira játékos barát tud lenni a MotoGP 15, hogy akár driftelhetünk is nagy sebességgel a kanyarokban. Versenyek során egyébként keményen osztja az időbüntetéseket a rendszer a pályaelhagyásokért, ezzel érdemes számolni, főleg ha egy esős verseny elé nézünk, ilyenkor egyébként a megváltozott körülményeknek köszönhetően sokkal jobban oda kell figyelnünk a vezetésre, kerülve a csutka gázadást. Vasparipák beállításaival akár mi is játszhatunk, amivel kapcsolatosan egyébként még a mérnökünk tanácsát is kikérhetjük, de a legszebb az egészben, hogy ezúttal már ténylegesen érződnek a motortípusok közötti különbségek, és persze ezúttal is megkapjuk a teljes Moto 2, Moto 3 és Moto GP licencet. Sajnos továbbra is azt fogják konstatálni szemecskéink, hogy grafikailag nagyon le vannak maradva az olasz srácok. Azt hittem 2015-re fel tudnak nőni a jelenlegi konzolok és PC-k teljesítményéhez részletes megvalósítás terén is, de ugyanazokat a ronda elnagyolt karaktereket láthatjuk az ünneplő jeleneteknél, és ugyanaz a felületes istáló szolgáltatja a terepet csapatunknak, mint korábban. A motorok talán elfogadhatóak, de már a pilóták esés animációi nagyon cikik, igaz, akad néhány életű motion capture mozdulat, de sajnos nem ezek dominálnak. A pályák megalkotása is átlagon aluli, az időjárás meg sem közelíti a napjaink hiperrealisztikus csodáit, és ugyanazt a helyszín bemutató zenét hallgathatjuk megint a versenyek előtt, mint 2 évvel ezelőtt. Szóval, audio téren is csak egy erős közepes a MotoGP 15, így továbbra is csak reménykedhetünk egy igazán átütő jövőbeni folytatásban, de lemerem fogadni, hogy a rajongók azért ezt a részt sem fogják kiadni. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!